Még egy pár beállítás. Hé, hey, mondtam, hogy nem oda rúgd a papucsot. Készen vagy? Uh-huh. Akkor egy kicsit gyere beljebb. Erre. Így. Még hogy készen vagy. Maszatos volt a szel, tehát így nem videózunk, nézzél, nem? És hogy még a szemeden is ketchup van, te jó ég, Ámri. Ettél ma már ketchupod? Na most, hogy készen állunk, azt mondjuk nektek együtt, hogy... Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket a csatornánkon, ez a legfrissebb videó, és az én drága Ábrisom lesz az, aki most ebben a kis pár pillanatban együtt működik velem. Tizi alszik, leraktuk egy picit ilyen, hát reggel 10 óra múlt, 11 lesz inkább, úgyhogy ilyen délelőtti alvásra, és Ábrissal jelentkezünk be addig. Hát reméljük, hogy elnyeri a mai vlog is a tetszéseteket. Egy kicsit lesz benne a tegnapi napból is, csak egy pár pillanat erejéig visszatekintünk tegnapra, amikor elkezdtünk takarítgatni, de aztán folytatódik az itthonléttel a mai nappal. Elég sok a teendőnk, és képzeljétek el, Ábris azt kérte, hogy mivel hát ugye ő még egy kicsit betegecske, és már nagyon unja az összes mesét, meg mindent a tévében. Mit kértél, Ábris, hogy ma ne tévézzünk, ha nem, mit csináljunk? Hozzuk be a robotot. Milyen robotot? Na, erről még nem beszélünk a többieknek, hanem Ábris azt kérte, hogy hadd törölgethessünk, mert az Ábris nagyon szeret törölgetni, főleg ilyen popsitörlővel, fertőtlenítős kendővel, meg minden, de inkább popsitörlővel szokott, hogy ne csípje ki a kis kezét a többi, és azt mondta nekem, hogy takarítsunk, igaz? Igen. Hogy segíteni szeretne nekem, és ezzel kapcsolatosan egy nagyon nagy dolog történt velünk, amit, hogyha szeretnétek, és érdekel benneteket ez a tartalom, is maradjatok velünk, és mindjárt megosztok veletek. És akkor vágjunk is bele, ez az előző nap, ahogy mondtam nektek, hogy egy pár pillanat erejéig megmutatom nektek, hogy hát honnan is indul ez a rendrakós, takarítós kis vlog. Amúgy szeretném nektek itt leszögezni, hogy nálunk minden nap rendrakás és takarítás van, azért, mert egy nap alatt képtelen lennék főleg egyedül végezni a tennivalókkal, és úgy is tudjátok, hát ismeritek ti magatokat is, hogy amikor már a végére érnétek a takarításnak, akkor konstatálhatjátok sokszor, hogy kezdődik újra előről, legyen akár csak a párodott, és éljetek ketten, vagy legyen akár egy vagy kettő gyermeketek. Teljesen mindegy, az ember mindig rájön arra, hogy amikor befejezi, akkor már szinte újra kezdheti az egész projektet. Hát ez egy nagy családnál hatványozottan is igaz, és ahogy láthatjátok, Ábris nagyon nagy előszeretettel segít nekem. Sokan megtámadnak azzal még mindig, hogy én biztos kényszerítem a gyerekeimet arra, hogy takarítsanak, hogy rendet rakjanak, rabszolgasoron tartom őket, ez egy óriási nagy butaság, és nem tudom, hogy ember miért gondol ilyet. Az én gyermekeim, képzeljétek el, olyanok, hogy sokszor nem is kell nekik szólni, hanem tudják jól, hogy sokkal jobban érzik ők is magukat akkor, hogyha rend van és tisztaság, és éppen ezért maguktól önszántukból nekiállnak segítkezni nekem. Ez most sem történt másképp. Ábris szólt nekem, látta, hogy elkezdek tevékenykedni, és azt mondta, hogy anya, légy szíves, adjál nekem feladatot, és mondtam neki, hogy akkor egy pici rendet rakhat az étkezőasztalon, amíg én az étkezőben és egyéb helyeken porszívózok. Ugye nagyon egyszerű a dolgunk ilyen szempontból, mert nálunk
úgyis tudjátok, már sok vlogot készítettem ebben a helyiségben. A nappali, a konyha meg az étkező az egy légtérben van, és mindig van teendő. Hát, hogyha abba belegondoltok, hogy nálunk egy étkezés után is maga az asztal leszedés, az asztal alá esett morzsáknak a felporszívózása, vagy a szép fényes padlónak a tisztántartása, felmosása már magában foglal egy kisebb napi projektet, akkor tudhatjátok, hogy elég sok sok időt, órát töltünk azzal, hogy ez az egybefüggő nagy helyiség rendezett és tiszta legyen. Hát igen, más dolog azért a rendrakás. Nekem nagyon-nagyon-nagyon meg kellett változnom. Én úgy gondolom, hogy a javamra, a maximalizmusomból, és egy picikét lejjebb kellett tenni azt a bizonyos képzeletbeli lécet, mert ahogy nőtt a gyermekek száma, és a családnak a lélek száma, úgy lett egyre több tennivaló és pakolnivaló, és megmondom nektek az őszintét, hogy a tisztaságra mindig nagyon odafigyelek, hogy szép tiszta legyen az egész otthonunk, és illatos, ez még mindig a vesszőparipám, ugyanúgy, ahogy Joe-nak is, hála Istennek, ebben is nagyon kiegészítjük egymást, és ezt a tanulják el tőlünk a gyerekek is, viszont a rendrakás az már más téma. Egy ilyen nagy családban a rendet sajnos sokszor tartani nem lehet, nyilván próbáljuk ezt tanulni, és próbálunk ellene tenni a rendetlenség ellen, de nagyon-nagyon sok esetben napi szinten meggyűlik a bajunk a rendrakással. Úgyhogy ami számomra nagyon-nagyon fontos az az, hogy mindig szép, illatos, tiszta legyen az otthonunk, és a rend az másodlagos dolog, azt a családdal együtt el tudjuk intézni, meg tudjuk csinálni, és izgalmas is lehet. Én nagyon szeretem ezeket az alkalmakat, amikor néha-néha nyilván jobb, hogyha nem betegség miatt, de itthon van egy-egy kisgyermekem, én ezt is be tudom könyvelni minőségi időnek, és ilyenkor sztorizgatunk, beszélgetünk, tervezzük a jövőt, van sok-sok filozofikus kérdése Ábrisnak is, amire igyekszem választ adni, úgyhogy így telik el a napunk. Ezen a napon azért nem tudtunk már más csinálni, mert ezek után, a képkockák után ledőltem a gyerekekkel pihenni, mostanában erre nagyon odafigyelek. És gyakorlatilag ezen a napon már más nem is tudtunk csinálni, mert rá egy-két órára megjöttek a többiek, itt lefektettem utána a gyerekeket aludni, én is egy picit megpihentem, úgyhogy folytatódjon a következő napnál ez a vlog. Képzeljétek el, hogy egy körülbelül 2,5 héttel ezelőtt felkeresett engem egy hölgy e-mailen keresztül, hogy magyar családot keresett elsősorban, ahol elég sok a gyermek, és mindenképp szerette volna, hogyha olyan családra lel, akik nagyon fognak örülni ennek a terméknek, amit ő most szeretne nekünk elküldeni, és hogy ránk gondolt, nyilván ezért mondom el nektek, és mondtam Joe-nak, hogy én ezt nem hiszem el, hogy mindig ilyen scammerök megtalálnak engem, ugye nemrég kaptam vissza a csatornámat, mert ellopta egy ilyen hacker, és ki is sajátította a YouTube fiókomat is, ezáltal mint munkahelyemet is elveszítettem egy hétre, le akarta nyúlni az összes bevételemet is, nem titok, és végül úgy alakult, hogy hála jó Istennek visszakaptam a csatornámat, beszéltem a YouTube ügyfélszolgálattal, ott megmutattam nekik, hogy én vagyok én, és az az én csatornám, és nem azért a hackeri, aki ellopta, blablabla. És azóta én szinte egy ilyen e-mailre és egy felkérésre sem válaszoltam, főleg ami ugye külföldi, azért, hogyha valaki magyar ír nekem, és ismerem a céget, őnek is szoktam válaszolni, de csípőből elutasítottam ezt a számomra hackernek minősülő valakit, aki megint együtt akart működni, aztán mondtam Zsónak is, na majd biztos jól lenyúlja megint a profilomat. Na és egy szó mint száz, teljesen csípőből visszautasítottam ezt a felkérést, és írtam is neki, hogy engem hagyjon békén, én nem hiszek az ilyen csalókban, és a többi, és a többi. És mondtam, hogy engem már talált meg ilyen cégnek nevezett hacker, és biztos, hogy nem fogok együttműködni. És ennek ellenére, hogy én így kirohantam, egy nagyon-nagyon kedves kínai hölgy írt vissza, amúgy ő írt rám, és hát mondta, hogy ő neki semmi terve
így közöttem szerepelt az, hogy engem kicsinál, elveszi a YouTube csatornám, vagy a Gmailemet, vagy akármi, hanem ő csak meg akart volna bennünket lepni egy termékkel, amit be kellett volna, hogy mutassak a videómban, és hát ezzel kapcsolatosan keresett. És akkor mondta a férjem, hogy nyilván írjál neki vissza, hát Joe amúgy soha nem biztatott arra, hogy így csípőből elutasítsak valakit, csak én vagyok ilyen kis félős azóta, mióta történtek ezek a dolgok, és akkor képzeljétek el egy szó mint száz, hogy mondja a hölgy, hogy ő a Xiaomi és azon belül a Roidme-nak is, ugye egy leányvállalata a Roidme-nak az európai képviselője, és most kifejezetten egyetlen egy olyan magyar youtuber keresett, aki bemutatná az ő portékáját, és hát nagyon boldog voltam, mert több magyar youtuber is kapott már ilyen felkérést, küldött is át linkeket, hogy nehogy azt higgyem, hogy ő egy csaló, és végül is volt ott közöttük olyan is, akit én már évek óta követek, és láttam, hogy tényleg ez egy együttműködés. És nem is szaporítom tovább a szót, itt van a termék, megérkezett hozzánk, elfogadtam nyilván a felkérést, és könnyek között és sírva mentem ki, amikor a futár hozta nekem azt a valamit, amit nem árulunk még el, most már majdnem elárultam, mert egyszerűen nem hittem el, hogy idáig fogok jutni egyáltalán a csatornámmal, és nem ez volt a célom, megmondom őszintén, hogy ilyen dolgok érjenek engem, nyilván az ember örül neki, és azért is merem csak elmondani nektek, mert szeretnék ebből a magyar kötfelhőből kilépni, hogy az ember nem mondhat el soha senkinek semmit, mert a másik biztos, hogy megharagszik, megorol rá, letiltja, nem beszél vele, menjen a francba, stb. Tehát ebből a porfelhőből én szeretnék kilépni, és szeretném nektek megmutatni azt, és most is, ahogy beszélek róla, így elszorul a torkom, hogy mit kaptunk, és az apropója az a dolgoknak, hogy mi évek óta szeretnénk egy ilyen robotot, ami elvégzi helyettem a piszkos munkák egy részét, de nem tudtunk még venni, mert gagyit nem akartunk, a nagyon felső kategóriásra nem volt pénz még eddig úgy, mindig másra kellett, és most itt van a teraszomon. Bocsi, úgyhogy most kimegyek, behozom, és megmutatom nektek, hogy mit kaptunk. Úgyhogy tartsatok velem, és remélem azért ti is tudtok úgy örülni, vagy nem, hogyha nem is annyira, mint én, de át tudjátok érezni azt egy pici részét, egy töredékét is annak, amit most én érzek. Úgyhogy tartsatok velem, mert még én sem tudom, hogy milyen, hogy néz ki pontosan, de most behozom, és akkor megmutogatom nektek, és hogyha Joe hazajön a gyerekekkel a suliból, mégiscsak megvárom, akkor kerül majd beüzemelésre, addig pedig Ábriskával itt megszakértjük, megnézzük, hogy miket kaptunk hozzá, és amíg apa nem ér haza, addig mi más csinálunk, bevárjuk őket is, úgyhogy gyertek és nézzétek meg, hogy mit kaptunk. Majd, hogyha megfogom a kezembe, akkor levideózod, ahogy bejövök az ajtón, bele? Jó, csak úgy próbáld meg levideózni, hogy benne legyen a fejem is. Jó? Na, köszi, babám. Azt a mindenit. Hú, Ábris, az majdnem olyan nehéz, mint te. Hú, kisfiam, ez nagyon durva. Hú, anyának a derekának ez most nem tett jót. Hú, a mindenit neki. Azta, hát akkor menjünk és unboxingoljunk ki ezt a nagy csomagot. Ide nézzetek! Hú! Hogyha nem látom a saját szememmel, el sem hiszem, hogy mi kaptuk. És el sem hiszem, hogy ilyet kaptunk, és hú! Óriási hála van a szívembe. Na jó, bontsuk ki!
kávé, amit eddig kipakoltunk belőle, és most már el is árulhatjuk, hogy mi ez. Már biztos kitaláltátok sokan, az a porzsák, amit eddig kipakoltunk. Ez egy robotporszívó, és nem is tudom nektek elmondani, hogy tényleg mennyi ideje szeretnék egyet, ugyanis szerintem már 2 gyerek, 3-4 gyerek is sok gyerek, és rengeteget porszívózunk egy nap. Nagyon jó ez a Somi porszívó, és nagyon szeretem, sokan kérdezitek, ami volt nekünk eddig is. De az, hogy most van egy robotporszívónk, nem tudom nektek elmondani, hogy mennyire örülök neki. És itt a videó alatt meg is fogom nektek a linket osztani, ahol meg tudjátok ezt a takarítógépet ti is rendelni. Miért mondom, hogy takarítógép? Hát mert ez nem csak egy porszívó, hanem képzeljétek el, hogy ez egy felmosó is. Ez egy padlótisztító is egyben. Úgyhogy óriási öröm van bennem, de akkor most tovább pakoljuk, tovább bontogatjuk. Hát képzeljétek el, hogy ez egy olyan kis találmány, hogy van benne, vagy van hozzá egy olyan rész, kiveszem először a robot, magát a robotporszívót és takarítógépet, mindjárt ezt is kibontjuk, és még pluszba van egy olyan rész hozzá, ami egy ilyen állomás, ahova majd drága barátunk, akit amúgy Évának hívnak, képzeljétek el, a Rojdmi Éva, ez a neve neki, úgyhogy Évike, majd visszamegy a helyére, beparkol, miután végzett a takarítással, legyen az porszívózás, vagy legyen az felmosás. Úgyhogy most kivesszük ezt a kis állomását is. Kíváncsi vagyok rá nagyon. Amúgy nagyon szép, jó nagy helyet foglal, de az legyen a legkevesebb én szerintem. Most nézzük meg, hogy hova fogjuk majd ezt tenni. Ez nagyon nehéz, ezzel lehet, hogy meg kéne apát várni. Hűha, anya, nem akarom eltűnni. Segíthetsz, de nem veszük ki. Na, hát végül úgy döntöttem, hogy természetesen kiveszem, hogy megmutassam nektek így jó előre, amíg Joe meg a skacok haza nem érnek. Ő lenne az állomása magának ennek a robotkának. És igazából, ami nagyon jó benne tényleg, és ami mellette szól, hogy ugye nem elég, hogy porszívózik és felmos, de képzeljétek el, hogy önmagát tisztítja. Tisztítja, miket beszélek, tehát önmagát tisztítja. Szóval, hagyjuk azt a szót, öntisztító magyarul. Képzeljétek el, visszatolhat a kis helyére, és kitakarítja magát belülről. És nem is tudom, hogy milyen időközönként kell csak nektek cserélni benne akármit is. Kaptunk hozzá 4 darab porzsákot. Azt hiszem, hogy 1 hónapig nem kell nektek pluszban hozzányúlni, mert ő olyan szinten öntisztít. Hogy igen, szóval ami a lényeg, hogy 1 hónapon keresztül úgy működik, ahogy működik, és neked csak utána kell ránézned, és adott esetben kitakarítanod. Itt a tetején hozzáférsz mindenhez, porzsák, ezen az oldalon van, itt van középen, cserélhető, ez egy textília porzsák, ebből egy van amúgy, és van hozzá még 4 papír, itt még ezt nem tudom, milyen funkciót tölt be, ezt majd Joe-val megnézzük, azt tudom, hogy ez a vizes tartály, tehát ezt megtöltöd szép, tiszta, friss vízzel, ez lesz a felmosó víz, úgyhogy ezek a tetején ezek a dolgok azok, amik gyakorlatilag adják az egésznek az agyát. Itt vannak a kis gombok, látjátok, ez gondolom felmosást jelent, ez a startot, tudom, mit jelent a start, ez a 2 nem tudom, mit jelent, de majd megnézzük a leírásban. Digitális természetesen a kijelzője, és ide alulra ez a parkoló, oda nézzetek, micsoda garázsa van ennek a kis drágának, ide a garázsba fog nekünk kibe tolatni drága Éva, és ott van a kis töltő egysége, amire majd fel fog tök magától csatlakozni. Ugye ez azért is egy nagyon jó dolog, főleg tényleg sok gyerekeseknek, nagycsaládosoknak, de olyanoknak is, akiknek sok-sok, vagy 1-2 kisállatuk van, kutyájuk, cicájuk odabent, mert akkor is be tudják állítani azt, hogy a porszívó tisztítógép felébredjen, amikor ők nincsenek otthon, hogyha wifi vagy mobil internet közelében vagytok, mivel ez wifin keresztül tud veletek kommunikálni, akkor akár be is állíthatjátok azt, hogy mire hazaértek, friss, tiszta és illatos legyen az otthonotok. Nem beszélve arról, hogyha esetleg kaptok egy random
vendégsereget a nyakatokba, és még nem vagytok otthon, nem értetek haza a bevásárlásból, gondoljatok bele, hogy mennyire jó, csak megfogjátok a mobilotokat, az ehhez tartozó mobil applikáció linkjét is ide rakom nektek, megfogjátok a mobilotokat, és elindítjátok a takarítást, és mire hazaértek, jöhetnek a vendégek is, nem kell ezzel bíbelődni. De akkor most nézzük meg, Ábris, hogy ki az és mi az, amire mindenki kíváncsi. Kíváncsi-fáncsi. Hát mi is igazából. Ő Éva, az új családtagunk. Elnevezzük Boros Évának? Vagy ez már egy kicsit túlzás, nem? Gyere arrébb, Ábris, mert nem vagy benne képben. Okay. Ő maga Éva a robotporszívó, aki én úgy gondolom, hogy hosszas éveken keresztül nagy-nagy és még nagyobb szolgálatokat fog itt tenni nálunk Boroséknál, ugyanis itt mindig van tennivaló. Mire nézz, Ábris, hát? Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly. Ez a feje? Kis szerkezet. Ez a robotporszívó maga. Ő Éva a robotporszívó. Ez a kis ketyere fog, ez a kis takarítógép fog körbe-körbe járni itt az alsó szinten, és hogyha szeretnénk, akkor majd felvisszük a felső szintre is, csak ahhoz majd föl kell ezt az egységet is vinni hozzá. Ő fog körös körül járni, mindenhova bemegy a kanapék alá, ugye megfelelően magasak a kanapék aljai is, ezért befér alájuk is, szék alá, asztal alá, itt is a pult alá befér, szerintem a drága, hogyha úgy látja, hogy a konyhánkhoz van, bejön a konyhára is, és mindenhol fel fog takarítani. Ami nagyon szuper benne, hogy mind laminált felületen, mind pedig kövön nagyon jó szolgálatot ígér. Legalább nem nekünk kell föltakarítani. Hát azért anyának is kell majd, de nagyon sokszor nem nekünk kell majd, hanem Éva elvégzi helyettünk. Hát Ábris, megpróbálhatod megemelni, de nagyon nehéz. De alulról nézd, én is alulról fogom, tedd ide a kezedet így alulra, és csak egy pillanatra odaadom, hogy megfogd, hogy milyen nehéz. Durva, igaz? Nem semmi súlya van Évának. Őről lenne szó, és itt nézem, hogy van-e még valami. Igen, itt vannak pótkefék még a csomagolásban, mindjárt megmutatom nektek, hogy hol. És amúgy, ami a nagy szám, az pedig itt van a kezemben, őről lenne szó. És ami nagyon vicces, majd mindjárt megmutatom nektek a hátulját, Ábris azonnal kiszúrta, nagyon tetszett neki. Itt van, ez egy egész nehéz gépezet, hát de milyen legyen az a gépezet, amelyik tud porszívózni is, meg felmosni is, bocsánat, hogy ilyen szaggatottan beszélek, csak még mindig az extázis alatt vagyok, hogy én ezt nem hiszem el komolyan. És úgy látom, hogy itt az elején is tudjátok állítani, itt egy kibekapcs gomb, nyilván itt be kell majd kapcsolni, és ha itt van a távvezérlés, szerintem ez az a gomb lesz rajta, és fel is lehet nyitni. Most nem szeretném, megmondom őszintén, én nem vagyok egy ilyen technokrata, nem vagyok ilyen ügyes ezekben a dolgokban, úgyhogy inkább Joe-t megvárom vele, mert ő pillanatok alatt, képzeljétek el, hogy használati útmutató nélkül megszakért mindent. Nagyon nagy tehetsége van hozzá, de hát ez érthető is, ezt nem szabadott volna kiszedni, mert ez direkt ott volt bent, mint perforáció, Ábris. Úgyhogy nem szép dolog, hogy kiszedted innen. Most mondtam, hogy majd apa, hogyha hazajön, akkor majd ővel együtt fogjuk ezeket a dolgokat átnézni. De még az alját megmutatom nektek, semmi baj, amúgy nem vagy kiszedte, csak legközelebb kérdezd meg engem, oké? Okay? Ez az alja, nézzétek meg, olyan, mint a két szem lenne, meg egy vicces száj, ami mosolyog. Szóval ez a kettő kis kefe, ez a felmosó része, és itt túloldalon, itt van egy ilyen, látjátok, ez ilyen merci alakú kis, nagyon-nagyon finom, hát nem is tudom mihez hasonlítani, mint egy ilyen ecset, olyan anyagból van ez a kefe, és itt is van egy, látjátok itt középen, ez a mosolygós száj, ez olyan kefe, amelyik egy kicsit így kicsapja a szőnyekből és minden felületről így a port, és utána magába szívja. Nagyon erős szívást ígérnek nekünk, mindjárt felolvasom a főbb jellemvonásait, úgyhogy én innen is szívből ajánlom nektek ezt a készüléket, nem próbáltam még, de ez nem egy gagyi porszívó, ez egy nagyon első osztályú, jó minőségű takarítógép, és még vicces is a hátulja, úgyhogy mindenképp
nézzétek majd meg, hogy mit tud. A neten tudjátok YouTube videókon keresztül tanulmányozni, de akkor most a főbb ismérveit elmondanám nektek. Na, tehát belelépsz a Mi Home applikációba. Itt meg is található a RoidMe Eva. És akkor tulajdonképpen, ahogy ebbe belépsz, akkor itt jelzi az opciót, ugye a házat mutatja, ezek a feltérképezett részek. Itt anyázik a robot, nekünk oda van telepítve, és akkor látszik, hogy milyen lelkiismeretesen végigjárja, kikerüli a tereptárgyakat, be lehet rakni virtuális falakat, illetőleg a határokat, hogy meddig menjen. Itt a többi feltérképezett rész látható, és akkor ezt lehet hozzá adogatni még. Egy gomnyomással lehet indítani a takarítást, vissza lehet küldeni töltőre, illetőleg vannak egy ezek kívül még opciók, ahol hozzá lehet adni a falakat, megnézheted a beállíthatod a területeket, feloszthatod, hogy melyik terület hogy nézzen ki, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es szoba akár tudsz hozzáadni, kivenni belőle, illetőleg hogy milyen sorrendben csinálja ezeket. Még ez is benne van, igen, de jó. Akkor itt tudsz még ezen belül beállításokba, alapvető beállításokat csinálni. Minden egyes takarítás előtt ki lehet választani a tisztítási módot, a sebességet, hogy mennyire erősen szívjon, stb. Partíciókat lehet megtekinteni itt tulajdonképpen, hogy azt mondja, hogy melyik is tüntetem ezt most. A partíciók területen belül tudsz kijelölni olyan területet, amit esetleg akutnak érzel, azt meg tudod neki adni, hogy csak azt csinálja, ki meg lehet konkrétan szabályozni, vagy határozni azt, hogy ezen a területen kihagyja a felmosást, vagy csak porszívózást végezzen, vagy csak felmosást végezzen, és akkor hozzá lehet adni ilyen mindenféle pontokat. Egyszer naponta, kétszer naponta, hányszor csinálja meg. Interneten keresztül kommunikálhatunk velem, például, hogyha nem vagyunk itthon, igaz? Abszolút, hát ugye ez az alkalmazás, és akkor legjobb az, hogy van gyors gomba, mint ezt itt megnyomod a sarokba, akkor egyből lekiáll a gomba Oké. Ha úgy ítélet, hogy elvégezte a feladatát, bármilyen terepakadályt elé tesz elő, azonnal lereagálja, és a start recharge-el pedig meg tudod szakítani. Start recharging. Abszolút az éppen aktuálisat, és teljesen. Akkor mit csinál? Fogja, és a legrövidebb úton hazamegy, és bedokkol a bázisára. Itt elkezdi tulajdonképpen a szűrőknek a kitisztítását, illetve a hortartályét. Ha rajta vannak a mopok, amik most ott vannak nekünk a háznak a tetején, akkor tulajdonképpen a mopokat pedig kimossa. A mopokat egyébként nálunk 12 perces ciklusra van állítva, tehát 12 percenként mindig visszamegy és kimossa, hogy ugye elkoszolódnak. Lehet állítani a ciklusokat? Az időtartamát igen, 12 perc a leghosszabb, most ugye ez függ attól is, hogy mennyire koszos az adott terület. Ugye, hogyha végig takarítja a házat, akkor be lehet állítani, hogy hány takarításonként legyen tisztítása a szűrőknek, illetőleg a portartálynak. Nagy ház esetében nálunk ugye úgy van beállítva, hogy minden egyes takarítás után, de automatikusan, illetőleg pontosabban manuálisan te magad is elrendelheted ezt. Tehát ez most egy, melyik opció volt? Start cleaning, igaz? Igen, tehát most automatikusan kiporszívózta magát a porszívónak a belsejéből, kiszedte maga a dokkoló állomása a szemetet. Sok mindent lehet állítani rajta egyébként, nagyon-nagyon részletes, és tényleg tesse lehet szabni. Egy valami, amit itt tapasztalatból el tudok mondani, érdemes olyanoknak gondolkodni rajta, akinek a házuk nem túl tagolt. Tehát lehet tagolt is, mert egyébként most egy kicsit lehet ellentmondásnak tűnik, de inkább arra akartam gondolni, tehát akik ilyen olyan stílusban rendezik be a lakást, hogy minden sarkon, minden szegletben van valami váza, akármi, megoldja azt is, nem probléma, de
nyilván akkor a hely kell, hogy fizikailag a robot elférjen alatta, mellette, körülötte. Lehet látni, hogy nagyon lelkiismeretesen körüljárja még az asztaloknak a lábát is a gép. Uh-huh. Tehát, hogy megcsinálja. Amit nagyon fontos megjegyezni, időt kell neki adni. Tehát ő megcsinálja becsülettel, uh-huh. tényleg felnyalja a lakást, de ez idő. Tehát ez az, hogyha te meglátsz, és magamat ismerve, meglátsz a földön egy port, vagy tehát egy valamit, amit úgy gondolod, hogy föl kell porszívózzál, ez nem úgy van, hogy na, most gyorsan menj oda és szedd föl. Persze. Hanem akkor megadod neki, és szépen, amint láttátok, nagyon szisztematikusan végigjárja az egész környéket, a lakást, felszedi, és akkor viszont az összkép azért nagyon jó lesz, de nem egy lassú dolog, időigényes. Nálunk általában ilyen 17-8 perc alatt ezt a nappali konyha étkező, mondjuk 20 perc alatt az előszobával együtt megcsinálja, és lehet külön szinteket beleadni, tehát hogyha több emeletes házban vagytok, nyilván a virtuális falakat érdemes hozzáadni a lépcsőnél, meg ezeknél. Uh-huh. Nagyon sok szenzorral dolgozik a gép, tehát érdekesség, hogy amikor rámegy a szőnyegre, felerősíti a szívás erőt, uh-huh. automatikusan érzékelő szőnyegre ért rá, ez egy nagyon szuper dolog. El lehet vele szórakozni, sőt, el is kell az applikációval. Ha most egy ilyen stúdiólakásszerűben laksz, vagy inkább azt mondom, egy kicsit ilyen modernebben, akkor még sokat nem is kell pakolni előle. Nyilván nálunk azért előfordul az, hogy a gyerekeknek a cuccait azt össze kell szedni, szedett föl kislabdától kezdve, filctolon át minden. Igen. Nagyon könnyen szét lehet szedni az alját, nagyon könnyen ki lehet belőle szedni az elakadt tárgyakat. Jelzi az applikáció, hogyha megakadt a robot, illetőleg... Ha fennakadt, vagy valami annyira az útjába áll, hogy most nem tudja folytatni a tevékenységét, és nagyon, nagyon élelmesen kommunikál a felhasználóval, ebből a szempontból borzasztó jó kitalálták, és azt kell mondjam, nagyon-nagyon alapos munkát tud végezni, tehát felmosást is nagyon szépen megcsinálja, nyilván nem fogja kivixolni neked a padlót, tiszta vízzel operál a gép egyébként, de nagyon alaposan és lelkiismeretesen végigmegy. Nagyon szuper tény, például, hogyha elé lépsz, azonnal lereagálja, és addig-addig óvatosan a kis, van egy ilyen puffer zónája, egy ütköző az elején, azzal egészen addig ütközik neki végig a lábának körül az embernek, ami körül nem járta, és a lehetőségeihez képest legközelebb nem tudott takarítani. Tehát minden egyes talp alatti négyzetcentimétert ő feltett szándéka föltakarítani, és akkor ezt, amint valami akadályozza, ő ezt felismeri, és gyakorlatilag alternatív útvonalat választ pillanatok alatt. Tehát abszolút egy intelligens dologról beszélünk, ezt a Somi nagyon jól megcsinálta. Eléggé gyerekbiztos is, hála Istennek. Igen, volt egy nagyon poénos kép, az most nincsen rajta, de úgy képzétek el, hogy a Tirza itt feküdt a szőnyeg kellős közepén a földön, és úgy képzétek el, hogy gyakorlatilag körül volt a térképen takarítva a gyereknek a helye. Igen. Tehát egyébként fölment oda, megcsinált mindent, de a babát már nem takarította föl, úgyhogy nagyon jó pofa. Hála Istennek. Úgyhogy nagyon bevált, nagyon szeretjük, már egy ideje használjuk. Igen. Kezdeti nehézségek, amik adódtak az applikációval, én személy szerint bingyáztam, nehéz volt összehoznom, ráment egy 15 percem, viszont utána egyértelműen nagyon kényelmesen látjátok, mi Xiaomi ökoszisztémát használunk, több kameránk is van, ami ezekre épül, de nagyon könnyedén on the go, otthonról is, vagy távolról is el lehet indítani ezeket a takarításokat, és nagyon-nagyon szuper részletes beállítási módok vannak, akár hogy mikor kezdje a takarítást, mikor fejezze be, megadhatsz időintervallumot, amikor ne takarítson, tehát hogy nyilvánvalóan este ne zavarjon, lehet egészen csendes módú operációt is kiválasztani, felismeri, mondom, a szőnyeg típusokat is, tehát hogy ez is megoldott benne, illetőleg te magad is tudod irányítani a porszívót, és amerre nyomod a gombot, arra megy, ez nagyon jó pofa, ez tényleg már az abszolút lusta kategória. Annak tudom esetleg elképzelni például, ami nagyon hasznos lehet, hogyha valaki mozgáskorlátozott, ez nagyon jó, az tényleg meg tudja oldani anélkül, hogy föl kellene kelnie, úgyhogy nagyon-nagyon széles módja van a felhasználásának. Most ide navigálom csak azért, hogy meg tudjuk mutatni. Egyébként itt rejtőzik a robot hátába
benne a szűrő, van egy kis tisztítókefe mellé, az aljába pedig lehetséges a szűrőket kiszerelni. Exit remote control mode. Kilép a... Igen, tehát reklamálta, hogy felemeljük, de gyakorlatilag ki lehet venni a szűrőit. Megállítjuk, és akkor nem lesz ebből így most probléma. Ki lehet szedni könnyen a kefét, ha valamit esetleg fölteket, látjuk, azért hajszál akad benne. Szőke hajszál, nem tudom, kinek. Igen, a másik oldalról lehet megközelíteni magát a portartáját neki, és nagyon-nagyon praktikusan. Egyébként ezek a kefék cserélhetők, mint utólag kiderült, megnéztük, nem egy horribilis összegér vannak, és az applikáció jelzi is egyébként, hogy mennyi élettartam van még vissza a magának az adott dolognak. Tehát a szűrőnk is, az most már 87%-os, az oldalsók is ilyen, én úgy hívom, mint a ráknak ez a kis ollója, azzal azt mondja, hogy a szenzorok letörlését ajánlja ennyi időközönként, ugye elején oldalán vannak neki szenzorok, a középső takarítókefe, illetőleg a mopoknak is az elhasználódottságát mutatja, egyébként moshatóak, úgyhogy nagyon-nagyon jól kitalálták a rendszert. Ez nyilván ugye a csúcsa a Xiaomi-nak, tehát mindent beletettek, amit lehetséges. A magának a központi egységnek az elején egy nagyon jópofa kijelző is található, amin folyamatosan információt a takarítás közben, illetőleg akár töltés közben is jelző, hogy most milyen folyamatban vagy státuszban áll a gép, úgyhogy nagyon informatív. Na de most ennyit Évikéről, elrakjuk pihenni, amíg a gazdi, a másik haza nem érkezik a gyerekekkel, és akkor elrakom a dobozt is, amiben egy ábris bújik. Micsoda! Szia, ábris! És mi ábrissal elkezdünk akkor tevékenykedni, miután megebédeltünk, mert itt közben telt el a felvétel és felvétel között egy kis idő, és mindjárt dél lesz, úgyhogy most megesszük a finom ebédet, amit... Hajnali 5-kor vettem le a tűzről, kétféle ebéd, Ábris is kiválasztja, hogy ő mit kér, én is kiválasztom, én mit kérek. Leülünk, megesszük, és utána folytatjuk a kis tevékenykedést, egészen majdnem délután 4 óráig, amikor is menni kell majd Kornélkáért. Parancsolja Ábris a csilisbabot. Jó étvágyat! Na hát, csilisbabot eszünk, kérem szépen, én egy kis tejföllel, kenyeret nem fogok hozzáadni valószínűleg, úgyhogy egy kicsit diétásabbra fogom, de amúgy mutatom a másik menüt is, ami készült a csapatomnak reggelre. Na már is itt vagyok, és akkor a másik pedig egy igazi, originál, jó sűrű paprikás krumpli. Füstölt sonkát pirítottam a hagymához, úgyhogy jó füstös íze van neki, még a füstölt húsvéti sonka maradt meg, és akkor egy részét levágtam és hozzá pirítottam. Isteni finom lett, úgyhogy majd, hogyha valaki hazajön és szeretne enni, a délután folyamán fogok neki adni. A csilisbabból pedig nem sok maradt, úgyhogy ezeket főztem ma hajnalban. Magot én itt folytatnám, viszont egy következő nappal, mert nem tudtunk ma nagyon tevékenykedni Ábrissal, nagyon hamar megjöttek a gyerekek, és én úgy döntöttem, hogy a délutáni tevékenykedést azt egy kicsikét módosítom a holnapi napra. Ennek két oka volt, az egyik az, hogy Kornélnál szóltak, hogy menjek el érte, mert elfelejtettünk reggel ágyneműt csomagolni neki. Előzmény, tegnap bepisilt, hazaküldték az ágyneműt, kimostam, visszahajtogattam, újra fölhúztam neki mindent szép tisztán, és itthon maradt összecsomagolva a folyosón az ágynemű, és nem vettük észre reggel, hogy itthon maradt, úgyhogy én 00:30-kor elmentem érte, és mivel Kornél alszik még délutánonként, ezért... Hát én lefektettem őket Ábrissal együtt itthon, és úgy döntöttem, hogy én is lefekszem egy picit Tizivel pihenni, úgyhogy a mai takarítós dolog az elmarad, viszont akkor ez a vlog folytatódik, és
majd mindjárt meglátjátok, hogy a következő napon mik történtek, és miket csináltunk. Itt pedig már készültünk a hétvégére, pénteki nap van, szakadt az eső, jégeső esett, képzeljétek el, úgyhogy bent ragadtam az autóban. Itt mutatom nektek, itt már az óvodában vagyok, itt meg nem tudok kijönni Ábrissal, mert ezen a napon ő már végül elment az óviba, itt Kornél maradt velem itthon, de hát nézzétek meg, mekkora jégdarabok voltak. Aztán nagy nehezen hazaértem, és már folytattam is a takarítást, főleg a házi munkát. Vittem a mosnivalót a mosókonyhába, egyik kedvenc része a napomnak, amikor tudom, hogy friss lesz a ruha, mosást indítok. Itt most színes és ilyen vegyes fehér ruhákat csináltam, raktam be a mosógépbe. Egy kicsikét letörölgettem a mosógép külsejét is, hát ezt nem minden nap csinálom, ugye bár gondolom ti sem. Picit poros volt, kedvenc mosószerem egyikét, éppen öntöm bele a gépbe, és az én gépembe elég sok kell, mivel ugye 10 kiló ruhát is bír mosni, és én most jól megpakoltam a gépet, lévén, hogy nem szeretnék szombat-vasárnap mosni, maximum hajtogatni a friss és illatos rucikat, úgyhogy már indulhat is a mosás, beállítottam 40 fokra, 1 óra 9 percre, egy kis áztatásra, itt meg már a szárítógép szárítja az előzőt. Aztán kimentem kicsit tevékenykedni a konyhára, képzeljétek el, itt már 7 ágra sütött a nap, ugyanazon a napon. Kornél éppen mosdóból jött vissza, úgyhogy a nadrágját ott felejtette, ezt nézzétek el nekünk. Pakolászok jobbra-balra, készítek magamnak egy kis délutáni étket, mert én itt nem igazán kajáztam ezen a napon ebédet, úgyhogy ezt láthatjátok most. Ebben készítettem magamnak egy ilyen spenótos, tejszínes garnélás masszát, tésztaszószt, és pillanat, lenyalom. És a lényeg, hogy itt föl, mindjárt jó lesz, a barna fuszili teljes kiöllésű hozzá. Ez lesz a mai ebédkép. Egy nagyon egyszerű tésztaiterről van szó, gyakorlatilag spenótot összekevertem garnélával, a garnélát előzőleg lepirítottam fokhagymás olajon, és ehhez öntöttem egy kis tejszínt, parmezánt szórtam a végén rá. Isteni finom lett, tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó lett. Aztán a következő napon elvittük a gyerekeket cukrászdába, ez egy családbarát cukrászda, ahol játszótér is van, Szekszárdon a Mézes Madzag, nagyon szeretjük, és itt láthatjátok Tizikének az első trambulinozását, nagyon kis édes volt, Jonatán nem akart csatlakozni a tesóihoz, úgyhogy azért vannak itt egy kicsikét kevesebben, meg Rózi sem, ők inkább csúszdáztak, hintáztak, meg rajzolgattak, meg krétával is lehet rajzolni, van egy nagy tábla, és ugyanazon a napon Joe-val tábortűzzel zártuk egy kis romantikázással a napot. Éppen itt csináltam, elkészítette el a tábortüzet. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, és megnéztétek ezt a szuper jó takarítós, rendrakós kis vlogunkat. Sziasztok!